Ezennel elszánt síjelőnek állok. Úgy döntök, feltérképezem a hazai viszonyokat, és igyekszem bizonyítani, sokszor bizony mennyivel jobb lenne el sem vágyódni. Az öltöző persze ritka adottság a sípályán, mint ahogy a felkészületlenül érkező síjelő is. A pályára mindenki menetfelszerelésben érkezik, ezúttal jobb hián a büfésátorba küldenek, oldjam meg itt a nagy átalakulást. Bármi meglepő, van komoly síélet a Dunakanyarban is, felvonóval, zenével, jókedvel, derűvel, semmihez sem fogható panorámával. Ez a fanatikus fiatalember Gudbrod Rezső döntött úgy, hogy dacolva a térség adottságaival síparadicsomot létesít a mélynövésű dombocskán. Mindössze 240 méterrel a tengerszint felett hóágyúzza meg évről évre a területet, és nyújt egyedi élményt az ide látogatóknak. Akiknek az utazás probléma, vagy részben munka után egy kis felfrissülésre vágynak, igazán jó sízők is járnak hozzánk, tehát akik profi módon síznek, csak egy-két órára egy kis karbantartás, testedzés szintjén látogattak el hozzánk, tehát ezt a réteget céloztuk meg, és szerintem ez reális. Egyedi, válfaszerű síliftet is üzemeltet, a használat elsajátítása külön kihívás lehet a kalandvágyónak. Akkor, amikor én szólok, akkor el kell kezdeni szorítani a kötelet a jobb közelébe. Most szorítom, juhúj, de jó! Na, füszkál. Jó pufa, ilyenre még nem mentem. És mindig kijön a fenék alól. De van itt hangulatos téli büfé, sőt egyedi körmatrac pálya is, sétáló kötélfelvonóval. Komoly síturizmusra persze nem rendezkedhet be a térség, értelmesen lenne. Elegáns luxusszállók sora található, bár a közelben azért a nagyjából 40 ezer forintos szobaáraik nem kimondottan a helyi sízők pénztárcájához lettek igazítva. Ez volna. Mindközül a kedvencem egyébként a túlélő akadályversenyre emlékeztető nagy hideghegyi feljutás. Az internet tájékoztatása szerint Királyrétre érve egy bizonyos étteremben kell bejelentkezni, ahol kérésre ilyen nosztalgia járattal szállítják fel a síelni és szánkózni vágyót. Az út ugyanis természetvédelmi területen és nemzeti parkon átvezet a csúcsra. Jó, de parkon jó. Készséges, szabadnapos erdészfiúk Levente és Milán lassítanak a vándor mellett, és ajánlják fel segítségüket. A hatalmas teherautó helyett ma ők fuvarozzák a feljutni vágyókat. És muflon. Jó, ezt arrébb lehet tenni a ládákat? Persze! Sőt, ki is veszünk. A ládába gyűjtött muflonlábak helyére kuporodunk, majd irány a szánkó és sípálya. Odafönn mérsékelt tömeg, elég nagy köd, viszont működő felvonó fogad. A hegytetőn egyedi hangulatú síház, étterem és panzió várja a világ elől menekülni és kikapcsolódni vágyót. A szerényebb szállást odalent pezsgőfürdő és szauna teszi kellemesebbé. 15 ezer forintért mindenképp egyedi élményben részesedik a fellegekbe látogató. Jól van, és mi van ebben benne nélkül? Reggelőben benne egy sajátos. Van benne lesz? Hát ez azt jelenti, hogy kondicionáló terem, infraszauna, fényszauna, gőzkabin, pezsgőfürdő. De vannak itt gyógyulni jövő ember? A helyszín pedig már a Mátra, a hazai leghóbiztosabb téli paradicsom. A már korábban látott ausztriai négycsillagos wellness hotel szoba hangulata leginkább a kékestető magasodó szanatórium szállás lehetőségéhez hasonlít. Csak hogy itt csupán 5000 forintot kérnek érte fejenként, ami arányban is van a szolgáltatással. Jóci, tök jó! Tök jó! A szomszédos csoda kül- és belsejű pályaszállás a maga 4 darab kiadó apartmanjával szinte mindig jó előre foglalt már, így esélytelen ott megszállni. Ha mégis 10 000 forintot kérnek érte reggelivel fejenként, cserébe viszont úgy is néz ki. Végül a 20 kilométerre eső Parádfürdőn lel szállásra a spontán síhétvégére vágyó. Hamarosan be is mutatnám, miféle csupán 3 csillagos hotelbe sikerült beesni 25 000 forintért,
Ám előtte a párhuzam kedvéért vissza Ausztriába folytatódjék a félelem és reszketés a mélyhűtött faszobában. Már csak 10 órát kéne, hogy kibekkelni. Az első éjszakát már biztosan itt töltjük, másfél éves megfázott babával, anyóssal, nem ugrál csak úgy az ember idegenben. A jó nevű utazási irodában ígérik, másnapra találnak megoldást. Hívnak majd kora reggel, addig menjünk át egy nagyobb szobába. Ám hogy az éjjel hogyan fog indulni, senki nem tudhatta. Jégverem mentünk az utcán, és ölhetnék csak oda. Jeges, jeges kocka, radiátor test, és sírni tudnék a tűnségtől. És az egész állatában nincs semmi fűtés. Semmi? Hatosan van, maximum van. Semmi nincsen. Bár utaztunk ma több száz kilométert, meg sem tudunk pihenni, mert fel kell hozzájárni, sőt, mellette üldögélek nagyjából, hogy nem kitakarózom, mert biztos vagyok benne, hogy megfáz a gyerek, ha még ebben a jéghideg szobában az éjszakát. Megoldásért kerekedve kissé bőszen indulok a recepcióra. Este 11 óra van, és nem hiszek a szememnek. A kísértett hotel aulájában lelket sem látok, de ami még aggasztóbb, a recepción sem. Csupán táblácska fogad, amilyennel én még nem találkoztam 4 csillagos hotel történetében. A recepció van szerve, 8:30-ig vannak. Vert seregként kullogok vissza a jégverembe. Én innen elmegyek, érted? Meg te is, meg a gyerek is, meg anyád is. Szemernyi hunyás nélkül virrasztjuk át az éjszakát, és várjuk a megváltó telefoncsörgést, ami valahogy csak nem akar megszólalni. Így hát én kezdeményezek folyamatosan hívásokat, kissé elgyötörten és ingerülten az átvirasztott fagyoskodástól, a hangnemért önöktől elnézést. Hát, mondjam még el, mondom, hogy a r***na hívjon vissza, ezt nem lehet elérni ezt a dolgot? Most utasul el, de mindenképpen vissza fogja hívni. Várj egy picit, abban maradtunk, hogy reggel 9-kor felhív, ehhez képest 10:30 van. Így van? Haló? Itt vagyok, de nem tudom most kapcsolni, de amit Igen, jó, még valamit hadd mondjak. Szóval önök ne a hotel tulajdonosával beszélgessenek arról, hogy nekem hogy alakult az életem, hanem velem, oké? Okay? Én elmondom. Első utam a hotel egyébként kedves és szimpatikus főnökéhez vezet, hogy rákérdezzek, vajon miért spórolnak estétől a fűtéssel egy családi hotelben. Jó reggelt! Minden rendben? Hát nem igazán. Nem igazán? Hogy? Egész éjjel jéghideg volt a szobánkban, képzelje. Este 10-től reggel 6-ig teljesen leállt a fűtés. Yeah, during 6:00 in the morning it was absolutely not heat. Nem volt fűtés. Maga az első, aki eddig erre panaszkodik. Vagy maguknál sem volt? Tényleg? Nagyon sajnálom. Tényleg, borzasztóan sajnálom. Ne, csak mert nem tudtam, hogy ez a normális. Nem, vagy... dehogy is, ez egyáltalán nem normális. Elvileg egész éjjel ment a kazán. Ehhez képest majd megfagytunk. A kisfiam eleve meg van fázva, a jéghideg radiátor pedig túlzott, a jót biztosan nem tett neki. Egyszerűen nem tudom, mit mondjak, mintha csak az utcán aludtunk volna, annyira fáztunk bent. Olyan hideg volt, mint az utcán. Esküszöm. Elhiszem, és azonnal megoldjuk a problémát. Ma estétől ígérem, meleg szobájuk lesz, amik csak maradnak. Megoldjuk. Nézzék csak, íme a megoldás. Csókolomra, a reggel 9 óta várom a hívását. Most ebben a körülbelül 10 percre hívott engem vissza a foglalási központunk. Elmondom, jó, milyen információt kaptam tőle, csak még nem jutottam odáig, hogy visszahívjam. Tisztázzuk valamit. Arra vagyok kíváncsi, hogy ön az én érdekeimet képviseli, vagy a hotel érdekeit képviseli, mert nem értem, hogy miért nem velem beszéli ezt meg, hogy mi történik, és miért őket hívják. Én nem hívom a hotelt, tehát én abszolút nem vagyok vele kapcsolatban. Én most innen elmegyek, és hazamegyek Magyarországra, mert ezek szerint nem sikerült önöknek találni nekem szállást. Jó, akkor én most már is továbbítom a kolléganőmnek, aki az úti céllal beszél, mert ugye, és sajnos nem beszélhetek a céllal, és mindjárt visszahívom, jó, egy 10 perc.